Isti! Nagy a házom, teteje, teteje, de rászállott a cinege, cinege. Es le róla, cinege, cinege, de leszakad a teteje, teteje. Ha leszakad, mi lesz vélem? Sárga lábú, cinege, cinege, de es le róla. Na sziasztok srácok, újabb játszható-e még? Ezúttal itt vagyunk Nico Bellickkel a GTA 4-ben. Ez Liberty City, ez az autó, amit elmentettem legutóbb. Múltkor egy picikét egy ideje rákaptam és nyomogattam. Szerintem a sztorinak a felénél lehetek körülbelül. Nagyjából. Bár amúgy... Jó, ezt most nem vesszük fel, köszönöm. Bár amúgy... Ez a saját autóm. Leteszem. Bár amúgy életemben soha nem játszottam végig ezt a játékot. Egyszerűen úgy alakult mindig, hogy nem volt akarom végignyomni. Na, játszható-e még? Ugye, az a lényeg, srácok, amúgy, hogy most ezt Xbox Series X-ről látjátok, ugye elérhető visszafele kompatibilitással Xbox 360-as verzióként a GTA 4. Hogyha lemezesen akarod megvenni, abban nem vagyok biztos, hogy működni fog, de elmélet szinten működnie kell annak is. A online store-ban amúgy valami 798 forint körül, vagy maximum 1300 forint körül volt. Lecsaptam rá, megvettem, mert azért ez egy klasszikus. Na, nézzünk meg egy missziót, illetve előtte elmegyünk és feltöltjük magunkat. Természetesen PC-n is elérhető a játék, ott is lehet játszani, én vagyok ez a konzol párti. Ugye a térkép, ha valaki esetleg nem látta volna sose, ez az egész Liberty City, tehát az egész most már nekem ki van nyitva. Úgyhogy haladtam benne jó sokat. Először is el fogunk menni egy fegyverboltba, hogyha én egy ilyet tak, és ezt az RB missziót megcsináljuk, csak hogy lássuk, hogy miről van szó. Na, ugye, rengeteg videó van jelen pillanatban a YouTube-on, meg TikTokon, hogy egyébként mennyivel jobb volt a GTA 4, mint a GTA 5. Megmondom őszintén, én ezt nem tudom állítani telibe egyenesen. Egyáltalán nem tudom ezt mondani, hogy jobb játék, mert amúgy szerintem nem. Szerintem nem jobb játék. Bizonyos aspektus sokkal jobb benne, mint a 4-ben. Tehát vannak részletek, amik jobban működnek, de ugyanakkor nagyon sok mindenben azért érződik, hogy lemaradás. Tehát a fejlődés az 5-ben a 4-hez képest, ugye. Például majd látjátok a harcrendszer, azért az itt még nagyon kezdetleges. Csak egy kis plusz információ, elméleti szinten az Xboxos változat, én ezt véleményekben olvastam itt konkrétan az Xbox felületen, nagyon sok magyar írta azt, hogy a játék, tehát ez a verzió, amit online megveszel, vagy nem tudom, hogy van ez, az utolsó missziót nem lehet megcsinálni benne. Ezt csak úgy mondom nektek pluszba, szóval azért számítsatok rá, hogy elvileg nem lehet végigvinni a játékot. Na, itt vagyunk, és akkor veszünk egy golyóálló mellényt, mert van nagyon sok pénzünk, 245.000 dollárunk van egészen konkrétan, meg veszünk lőszert is szerintem. Szépen feltankolunk, mert van miből tankolni, úgyhogy megcsináljuk azt, amit megtesszük, amit meg kell tenni. És akkor elvileg, ha van mellénye is, nagyon jó. Gimme that. Shit. Így van. Sniper. Nem is tudom, melyik ilyen sniperem van most, jó. Tehát itt azért még egy kicsikét puritánabb volt a sztori, de látjátok, hogy már itt is vitték ezt a vonalat, amit amúgy az 5-be is tovább vittek, hogy bemész, és te külön megnézegeted az itemeket. Persze az 5-ben már olyan van, hogy odaállsz, és akkor gyakorlatilag a falon választod ki, de ami nekem ez is tökre tetszik egyébként, hogy így te végigmész, és akkor így tudod egyesével megvenni a cumókat, a különböző lőszereket, meg a típusokat. Ennyi. The out, baby. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? Ja, hát ugye ez a szokásos GTA-s ugye cutscene-ek. És egyébként itt akarnék beszélni egy kicsikét a dolgokról, ugye, hogy gyakorlatilag hamarosan, ha minden igaz és minden jól működik, akkor egy év múlva érkezik a GTA 6. Na, ugye amit én nagyon szívesen látnék, de szinte borítékolom nektek, már most előre mondom, hogy nem lesz ebben változás, az a Rockstarnak a misszió struktúráján most már igazán ledobhatnák. Nekem ez a misszió struktúra, amit most láttok, tehát ez az elmész A-ba, cutscene, aztán van egy sárga jelölő, hogy menj el valahova, ott csináld meg, ott van még esetleg onnan menj tovább máshova, vagy ott is csinálj valamit, vagy általában már ott a helyen mission passed,
és kész. Ez nekem már nagyon OG, megmondom őszintén. Nekem ez már nagyon, és a GTA 5-ben ugyanez a tendencia van, csak ott annyival van fűszerező, általában mindig valaki pofázik végig. És igen, a Red Dead Redemption-ben is pontosan ugyanez a misszió struktúra található meg, hogy így akkor jó, ló hátra, és akkor menj el ide-oda-amoda. Szóval nekem, megmondom, ez a misszió struktúra felér mondjuk a Bethesdának a Game Engine-jével. Tehát, hogy meg is az egész játék struktúrával. Tehát, hogy a Starfield is egy az egyben ugyanaz, mint egy Fallout 4. Tehát, hogy így struktúra szinten teljesen ugyanaz, a mechanizmusok ugyanazok. Mondom, szerintem ezen nem fognak változtatni. 72-es, na viszont ilyen misszió sűrű nem kerül elő amúgy a GTA 5-ben. Tehát, hogy ez a... nem jelöli meg neked, ez viszont nagyon tetszik ebben a játékban. A Red Dead az szöges ellentét. Tehát a Red Deadben konkrétan úgy működik, hogy minden szart jelöl neked az a kurva kis térkép, még ha ki is kapcsolod, akkor is azt a... oda kell menned, ahova ő gondolja, hogyha ki is kapcsolod és ilyen full survival-ba akarod nyomni, oda kell menned, és akkor ott csinálni. Na de... őt keressük, és ott is van a csávó, már látom is innen, de nem túl bonyolultak amúgy, de ő lesz az. A 72-es messzámú, így mondjuk. Na, ettől már meg ilyet, faszé. Oké, kösz szépen, tesó. Tudod te azt, hogy én mit akarok? Egyébként a mozgás szerintem sokkal jobb, mint a GTA 5-ben. Tehát, hogy sokkal jobban működik az irányítás, a karakterirányítás. Persze van ez a narancssárgás, szürkés, ilyen fakó filter az egész játékon, tehát grafikailag, nyilván grafikailag is azért még úgy hagy némi kívánivalót maga után. Na és utolsó pár szintet már gyalog kell megtennünk, azt mondta a pacák. Elvileg, szóval valami fel too many lift-tel, I guess. Így van, nagyon jó. Shotgun a kézbe, szigorúan. Le is már, le is adja az infót. Ú, de jó ez a sát amúgy, a háttérben a blokk meg minden. Aha! Az kösz szépen, bazd meg. Na és akkor látni fogjátok, hogy mire gondolok, hogy azért a, tényleg a... A harcrendszer az még azért elég kezdetleges. Szóval van amúgy fedezékünk. Tehát be tudunk így fedezékbe bújni. Látjátok... kerülnek? You fuck with me, you fucking dead, man! Ezt lehet, hogy meg kéne töltenem ezt a fegyvert, csak amúgy a tököm no tudja, hogy hogy kell. Ja, így jó. Oké. Igen, meg néha így mozognak egyébként, tehát hogy az már ne is lepődjetek meg egyébként. Ez meg itt megadta magát amúgy a nagy gún. Hol? Ki a tököm lőtt amúgy? De ezek miért anyád picsája? Szóval amúgy azt mondani, hogy nem játszható az a játék, az nagyon erős túlzás lenne szerintem. És akkor még feljebb kell mennünk, ugye? A kis jelölő azt még mindig itt is így jelöli. A shotgun amúgy ez jó választás volt ide kis közelharcra. Hoppá, hellóka! Adjad már azt, hogy élted túl! Ó. Szevasz, tesó! Gyere csak! Hopp! Yes, sir! Here we go! Ez az. Nincs idejük se reagálni konkrétan. Ide kell jönni elvileg. Aha. Azt a kurva, mi van itt bent! Még gránátot kellett volna bedobni. Uff! Meg nagyon jó a fizikája amúgy a játéknak még mindig, tehát ahogy így meg... tehát hogy ilyen jó kis ragdoll fizika van, vagy nem tudom, ezt annak hívható, de nagyon jól reagálnak amúgy a behatásokra. És amúgy most mit keresek? Egy csávót? Mert nem néztem meg a cutscene-t. Valami cuccot keresünk? Aha, életet azt még nem kell felvenni, nagyon jó. Aha, jó, ki kell tisztítani igazából. Aha. Too slow, mama. Ja, nyilván a humor a játéknak az gyakorlatilag az felejthetetlen, általában mint az összes GTA-nak. Fölfele futott. I follow you. És lefogadom majd megint egy ilyen üldözés. És a legtöbb misszió amúgy ebből áll egyébként a játékban. Tehát, hogy ez megy végig, hogy gyakorlatilag anyádat. Tehát a legtöbb misszió tényleg ebből áll, hogy te így valaki után loholsz,
meg valakit így meg akarsz ölni, ez szokásos GTA szócok. Oké. Okay. Verd ilyet! Azt a kurva! Na hát! Bazd meg! Ilyet nem akarnék látni soha életemben, hogy ott lent sétálok, és akkor valaki így leesik, csezd meg. És akkor lejövünk a shotgunnal a kezünkbe, érted, de ne is legyen kérdés a és akkor egy jó kis cloud mentés, ugye? Mert visszafele kompatibilis. Amúgy az Xboxos verzió az nagyon, és 8500 dollár kész, már meg is voltak a misszió ennyi. Szóval jó kis 360-as éra, azért csak mutatom. Hát ez egy Series X-en így megy. És akkor jön egy telefonhívás, ugye, hogy kész a meló. Ted is dead. Ted is dead. Ugye a játékban van egy kapcsolatrendszer, amit lehet gyakorlatilag... Ja igen, itt Weapon Wheel még nem volt, igen. Szóval a játékban van egy kapcsolatrendszer, ami megadja... Megadja azt, hogy hogyha bizonyos ismertségi szintre jutsz valakivel, akkor különböző extrákat vehetsz igénybe. Például itt van Roman, ugye a kuzinunk, aki konkrétan ugye ingyen tud téged taxisztatni, fuvaroztatni. Tehát hogy föl tudod hívni, jön egy kocsi, nem kell fizetni érte. Van egy csomó másik, én nem nagyon foglalkoztam ezekkel sose, hogy mindenkit vigyek biliárdozni, mert vannak ilyen activity-k, ahol el lehet őket vinni. Nem annyira érdekel sose. Van egy csávó is, ami viszont hasznos lehetne még, ugye, hogy nem kell neked elmenni egy fegyverboltba, hanem eljön neked egy autóval és csomagtartóval tudsz venni fegyvert egyből. Valamint, ami még van, ugye, hogyha már itt tartunk az embereknél, akkor van egy ilyen phonebook, és akkor a Bruce-t, hogyha felhívod, akkor ő nála lehet versenyezni. Tehát ez így működik, hogy felhívod, van-e valami elérhető verseny. Ez egy ilyen side misszió, csomó ilyen jellegű van amúgy a játékban. No one can touch us up here. You'll be racing in South Algonquin. Punish those bitches. Na ennyi, meg is kaptuk, és akkor mehetünk a versenyre. Na itt vagyunk, és én ebben a kamera módban szeretek versenyezni, mert így látom is, hogy mit csinálok. A taxiszerem azt oda becsúszott közénk amúgy. Gyerünk! Nagy rajt! Egyből fel a járdára, baby! Oké. Okay. Komolyat mennek ezek a terepjárók, pedig amúgy súlyelőnyben vagyok szerintem. Igen, a fizika, amúgy a vezetés fizika az nagyon, nagyon realisztikus, sőt talán már túlságosan is, tehát hogy a legtöbb hajó nagyon ilyen csónak jellegű felfüggesztésben, de első hely, gyerünk! Nagyon komoly izgalmak vannak. Oké, köztük, rendőr, nagyon jó. Ez az, kerülnie kell, nagyon jó, hatalmas nagy veszteség, időveszteség. Ez az, jót megyünk. Kis fék, el kell venni. Ez az, nagyon jó, finoman ráadjuk. Jaj, de jó! Verjú-e? Ennyi. Mondom, egyszerűen nem nehezek ezek a versenyek. Egy ilyen tök random shitbox-szal jövök. Na jó, nem shitbox amúgy, mert nem az, hanem egy ilyen nagy generic autó. Kb. Egy ilyen Octaviával. Emlékszem, ha gyerekként, amikor ezzel játszottam, ezek nehezek voltak ezek a versenyek. Mi van? Ja, jó. Csak kövessem, jó. Szépen el kell venni. Faltól falig mentem. Nem igazán értettem én ahhoz, hogy kell vezetni. Három körös verseny. Akkor találkozunk a végén, ha csak más nem történik. Na, és lassacskán beérünk a célba. Hát egy 5,5 perces verseny volt, de ennyi. Nyertél 500 dollár. Szóval ilyen jellegű side mission-ök elérhetőek, amúgy őszint leszek, ezek kurva könnyű versenyek amúgy. Tehát, hogy de van erre is opció amúgy. Az komoly! Hármas, jó! Azt a kurva, az mit művelt ott! Van egy relatíve gyorsabb kocsim. Na, bejönnek a nagyobb egységek már. Get the fuck out! És amúgy a rendőri rész az úgy működik, mint a GTA 4-ben, bocsánat, 5-ben többé-kevésbé, mert ugyanúgy van egy ilyen nagy terület, amit éppen átnéznek. Hoppa, lezárták a hidat. Na, azon áttörünk, várjál!
Á, inkább nem. Oh, pit manőver, baszod! Hallod, mekkora move? Ajaj, 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 várjál, várjál, gond van, tesó. Gyerünk. Mi ez az izé, egyetemi terület itt? Kb. Ilyen campus flash. Arra el tudok menni? Oh shit! Várjál, ott az út, várjál, megoldjuk. Tehát te meg honnan jössz elő? Azon le fog férni a kocsi, ugye? Nem. Bassz meg. Gyalog kell folytatni. Gyerünk, valami fegyvert. De mekkora fog esni? Fájni fog? Persze. Gyerünk, folytatni kell. Jaj! Helikopter is van már amúgy. Valakit kéne ölni, nem? Hogy kicsit feljebb tornázzuk. Na. Mi is jönnek? Hol lő? Ott van. Hú, az gond viszont, srácok. Hell nah! Hú, egy ilyet viszünk, hallod? Szállj már be! Haló! Ez az, nagyon jó! Jönnek szembe. Nem fogsz tudni átjönni? Jajaj! Nem baj, azon átmegyünk, ennyi! Ez az. Nem megyünk tovább. Az mit csinálod, haver? Ez az, négyes. Megjöttetek? Igen? Jaj, de cukik vagytok! Nem, a hammert nem fogod felborítani. You know that, right? Négyes, bocsánat. Ugye meghalok amúgy. Vagy egy hotdogot, tesó? Hát, hogy... Ó, hát szigorúan abból a szögből lehet kérni. Adjad! Köszönöm szépen! Hát, nihao! Mehetünk tovább rendőrtölni, haver! Na várj, sniper! Oh shit, akkora szar amúgy! Mármint, hogy ebből a játékban még így... Oha! Hát ez egy frag movie, srácok! Bazd meg! Az a futás-e? Töltsd már meg! Jaj! Uram! Beláll a pofám a shotgunnal, de az is poén, hogy itt tudok állni amúgy, és így... Az mi? Jaj! Még egy hotdogot! Ah, már elmenekült a hotdogosom! Bassza meg! Ah, ez az, ide be! Ah! Jaj, be fognak kerülni! Itt a vége, ötös körözés. Frag movie. Hova? Svatos. Hova? Újabb svat. Egység. Azt a micsoda snipe! Na? Az honnan lő? Te mit csinálsz? Wow, bro. Megtöltjük. Ó, oh, és meghaltam. És akkor még egy dolgot akartam nektek megmutatni, az pedig az, hogy ugye ebben a játékban is volt online, és az még működik, még mindig telefonról kell azt elindítani, azt hiszem. Igen, multiplayer. És akkor, mit tudom én, player modell, ugye alapból itt már pedzegették ezt az ötletet, hogy legyen egy saját karaktered online. Itt igazából ez még nagyon le van egyszerűsítve, mert gyakorlatilag egy előre legyártott modellt tudsz kiválasztani, viszont a fejét tudod változtatgatni, elég ronda, tehát hogy nagyon csúnya, a felső testet tudod, hogy mi legyen rajta, a gatyáját tudod változtatni, tehát itt bolt nincsen, de nem olyan az online, mint a GTA 5-ben értelmszerűen. Free mode, igen, van egy ilyen free mode, igen. Ami olyan, hogy az egész térképet be tudod járni. Na, az például tök olyan, mint a GTA 5-ös multi. Teljes mértékben olyan feelingje van. Mármint, hogy itt tényleg... És itt vagyok bent a saját kis szarommal, és igen, jól látjátok, itt vannak az emberek. Az ott egy real player, srácok. Gyere ide! Hogy kell ezzel ütni amúgy? Hogy a francba kell ezzel ütni? Gyere ide, szaros! Join Marcelo joined, látjátok? Gyere ide! Kis köcsög.
Nincs másom, csak izé. Fuss! Futás! De köcsög vagyok. De mit keres ott? Ha itt ütöttem el, mit keres ott? Az mi? Sajta nincs körözés, ahogy a poén. Na ilyen, még, látjátok, még lehet, még be lehet lépni online multiba, basszeg. Egy 2008-as játéknak az online multiba, még be lehet lépni. Kap, itt lesz a narancs, gyerünk! Amúgy mindenki laggol, mint a rohadás. Mert meg itt van bent. Ja, rendőr autóval. Honnan van pisztolyod, faszi? What you gonna do, huh? What you gonna do? Oh, köcsög! Szarházi, honnan van eznek pisztolyuk? Rendőrtől lopták, vágod! Lefogadom, rendőrtől vették. Na várjál csak, fogd a söröm! Basszeg! És de semmi baja nincs. Bazi, már M4-e van a gyerek. Jézus tököm! Hello? Ó, hát tele van izével. Golyóállóval. Azt a kurva! Istenem, ez a játék volt, ez nagyon kemény. Jaj, de minden belekerülök a levesbe, vágod? Egy ilyet le kéne lőni most. Gyere. Ne se szarja a fejem. Ez az üsd, de üsd már, baszd meg, üsd már meg normálisan. Elhalott vagyok megint. Így van. Igen. Ott egy pisztoly, gyerünk gyorsan. Ha elveszem amúgy, akkor beszól a rendőr. Nem szól be. Beszarsz neki. Várjál, a golyóálló mellé is kell még nekünk. Ez az. Van pisztoly. Ú, egy ilyet kérek. Így most. Na nézzük csak akkor a többieket. És megy a zene az autóban. És ha nem szól senki, semmi izé szankció nincs rá. Ki akarnak engem rúgni? Mi a szarér? Idióta. Engem ne akarják kirúgni? Idióta. Majd megyek, a narancssárga akar kirúgni. Jó. Na, srácok, hát ennyi lett volna a játszható még a GTA 4 epizód. Remélem élveztétek, én azt mondom, hogy 1000-1200 forint egy probléma nélkül érdemes megvenni Xbox Series X-re. Hála Istennek 60 FPS-t is tud, nem fog lenyűgözni a grafika, de legalább nem. Én annó 360-on még 30 FPS, sőt az alatt játszottam kb. Úgyhogy nagyon jó, fun, lehet játszani vele. Sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á